Fiatalok a Városért elismerő díját adják Bátaszék alpolgármestere Kádár Leventének, aki kiemelkedő sportteljesítménye miatt kapta meg a kitüntetést. A város vezetése az idén is felkért az intézmények, egyesületek vezetőit, hogy tegyenek javaslatot arra, kik azok, akik teljesítményükkel, szorgalmukkal, eredményükkel példaképül állíthatóak a korosztályuk elé. A bátaszéki művelődési házban ünnepélyes keretek között méltatták a díjazott fiatalokat. Kádár Levente tavaly állt először sílécre, és tehetségesnek is bizonyult ebben a téli sportban, így az edzője javaslatára 2022. januárjában a Szlovéniában megrendezendő diákolimpiát képviseli majd Bátaszék városát. Azért, mert ügyesen síjeltem. Ugye tavaly kezdtük, tavaly jobban mondva ez a második éve, hogy ugye járunk vele, és tavaly végig jártunk egy kezdőcsoportot, és vagy három, vagy négy haladó csoportot, és ugye az idén úgy gondoltuk, hogy szeretnénk folytatni vele a dolgot, és a Csóka Tamás, ugye az oktatásvezető, ugye ő neki komolyabb szándékai vannak a Leventével, és szeretné elvinni diákolimpiára, és úgy innentől kezdve ugye már komolyabban foglalkozunk a dologgal. Sikabonyi Eszter végzős diák a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. Ő kiemelkedő közösségi érdemei miatt kapott elismerést. Leginkább a gimnázium éveim során a közösségi munkámat értékelik, mert az osztályomat nagyon gyakran képviseltem, hogyha akármilyen probléma merült föl az osztályom és a tanárok között, valamint az ilyen közösségi programokon nagyon gyakran részt vettem, mint például a Géza Gála, a ballagási műsorokon is szívesen segítettem. Szeretek másoknak segíteni, meg hát a tanáraim mindig azt mondják, hogy nagyon jó probléma megoldó képességem van. Először nagyon meglepődtem, hogy engem választottak, de hát nagyon örülök és büszke vagyok magamra. Egy település jövőjét a jelenben kell megalapozni, és a jövő egyik záloga az, hogy a városban lévő fiatalokkal megtalálják a közös hangot. Vallja ez Bátaszék városvezetése. Somosi Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy több mint két évtizede alapították a Fiatalok a Városért díjat, és örömére szolgál, hogy minden évben vannak olyan tehetséges gyerekek, akiket díjazni tudnak kiemelkedő tevékenységükért. Minden évben megünnepeljük, illetőleg megemlékezünk azokról a gyermekekről, ifjakról, akik az óvodáskortól egészen az iskoláskorig Bátaszéken töltik a hétköznapjaikat, sport, művészeti vagy tanulmányi tehetségükkel tesznek azért, hogy a településünknek a hírnevét öregbítsék, illetőleg alkotásaikkal színesítsék a városnak az életét. Korcsoportonként ugye van az óvodás korosztály, aztán az általános iskolás és a gimnazisták vannak. Nyilván minden korcsoportban szóba kerülnek a sportszakosztályok, aztán a művészeti oktatás, úgy a képzőművészeti, mint a zeneművészeti oldalról, és hát aztán a legfősebb korcsoportnál szintén talán a sport és a tanulmányi eredmények alapján, tehát hála Istennek nagy a merítés. A város megtesz mindent az itt élő és tanuló gyerekekért. Van lehetőségük sportolni, művészeti iskolába járni, és nyugodt, biztonságos körülmények között élni. Bátaszék számít a fiataljaira, aminek az ékes bizonyítéka, hogy immár két évtized óta mond köszönetet évvégén a fiatalok munkájáért és tevékenységükért.